Kiváló a hangulat Diósgyőrben, az öltözőben és az edzéseken egyaránt. Sorozatban 3 mérkőzést nyert a bajnokságban a DVTK, és ráadásként szerdán a Liga Kupában a Ferencvárost idegenben verte a csapat. Halljuk Egerszegi Tamást, hogyan látta a legutóbbi mérkőzést. Fradi ellen mindig jó nyerni, és úgy gondolom, hogy itt is taktikailag nagyon, nagyon fegyelmezettek voltunk, és hát a helyzeteket jobban kihasználjuk, akkor jobb előnnyel várhattuk volna a szerdai meccset, de így is szerintem nagyon, nagyon jó. Utoljára 90 percet novemberben játszottam, november végén, úgyhogy mester meccs közben kérdezte, hogy fáradt vagyok. Mondtam neki, hogy nem, pedig nagyon fáradt voltam, csak végig akartam játszani a meccset. Ez nagyon sokat számított nekem, és úgy gondolom, az első fél időben sok labdát szereztem, talán egy eladott labdám volt, és úgy a 70. perctől kezdtem el fáradni, de úgy gondolom, hogy jövő héten is szerepet kapok Liga Kupába, akkor ugyanúgy fogok teljesíteni. A Kaposvár és a Mezőkövest után egy újabb kiesőjelölten játszunk. Az ősz egyik legjobb mérkőzésén nyerni tudtunk Pakson, a cél most is a 3 pont megszerzése. Szivis Tomislavtól arról érdeklődtünk, mit vár a meccstől. Semmi különös, mint ami volt utolsó 2 bajnoki, 3 bajnoki, ugyanaz lesz. Úgyhogy Paks egy jó csapat. Ott voltam, jól éreztem magamat, szeretem őket, de a pályán ez nem lesz, azért mert nekünk 3 pont nagyon fontos, nekünk van a saját célunk, azt ugyan, amit mondtam az előzeti 2 mérkőzés előtt, ugyanazt most is mondom, saját magukkal foglalkozunk, csapat főfele formában van, és bizonyítani akarunk szombaton is, meg minden nap, ami jön. Bacsa Patrik gólja döntött Mezőkövesden is. A bajnokságban összesen 8, a Liga Kupában 6 mérkőzésen szerzett 6 gólnál jár a fiatal miskolci támadó. Persze szeretném azért folytatni, nyilván azért a góllövést, az sose rosszabb gólt lő valaki, és Paksán ugyanígy nehéz mérkőzés lesz, mert tényleg ők kiesés ellen küzdenek, nekünk meg ugyanúgy fontos a 3 pont, úgyhogy mindenféleképpen úgy fogunk hozzáállni, hogy megnyerjük a mérkőzést. A kérdés jogos, vajon folytatja-e a gólgyártást? Jött a labda, aztán be kellett fel, muszáj volt elfejelni. De hát azért ezt is gyakoroljuk mostanság, mert tényleg azért meg kell tudom fejelni is normálisan, de szerencsém, hogy sikerült jól elfejelni. De remélem még azért fog gólt fejelni. Ez lesz a legnehezebb a mostani mérkőzéseink közül, mert azért a Paks az jó csapatnak számít nagyon, és úgy gondolom, hogy nem azt a pozíciót foglalják el, ahol reális elképzelés lenne, hogy ott legyenek, de tényleg mi jobb csapat vagyunk, és meg fogjuk nyerni a mérkőzést.